Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az egészségügyi dolgozók körében megoszlanak a vélemények arról, hogy a kormány kötelezővé teszi az oltást számukra. Egyesek egyetértenek vele, mások fel vannak háborodva. Az ügyben dr. Sós Adriannát, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét kérdezzük. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én is azzal kezdeném, hogy mi a visszajelzés ezzel a bejelentéssel kapcsolatban. Ugye nagyon sok még a kérdőjel, ezt épp az előbb Asbóth Mártonnal is átbeszéltük, tehát hogy a konkrét részletek azok hogyan alakulnak. Majd minden esetre én két intézkedés vagy két bejelentést láttam, az egyik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, illetve a Magyar Orvosi Kamara is adott ki állásfoglalást a kérdéssel kapcsolatban, és mind a kettő vagy mind a két közlemény arról szólt, hogy támogatják ezt az intézkedést, és jónak tartják. Ön hogy látja? Hát abból indulunk ki, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az itt dolgozókat megvédjük ettől az ismeret, még mindig sok szempontból ismeretlen és veszélyes kórokozótól, akkor ez mindenképpen támogatandó, hogy vegyék fel az oltást. Másrészt pedig hát elsődleges a betegek érdeke, és hát amiatt is támogatni kell ezt a kezdeményezést, hogy semmiképpen ne forduljon az elő, hogy egészségügyi dolgozó azért fertőz meg egy gyógyításban lévő beteget, mert ő maga nem tett meg mindent annak érdekében, hogy elkerülje ezt a fertőzést. Hát ha jól értem, akkor önök is támogatják ezt az intézkedést, hogy az egészségügyi dolgozókat kötelező jelleggel be lehessen oltani. Igen, de hát azért nagyon fontos lenne, hogy ezzel egyidejűleg egy komolyabb meggyőzés induljon el abban a körben, akik eddig távol tartották magukat az oltástól, tehát hogy ne egy kényszerként éljék ezt meg, hanem mindazokat a tudományos ismereteket adják át a dolgozóknak, azokat a tapasztalatokat, amelyek most már azért egy jó ideje rendelkezésre állnak, amelyek azt mutatják, hogy ezek az oltások nem veszélyesebbek, mint a gyógyszereknek a többsége, tehát járhat ugye a mellékhatásokkal, de sokkal nagyobb kockázatnak teszik ki magukat abban az esetben, ha nem kapják meg ezeket az oltásokat. Ezzel együtt is látom a visszajelzésekből, hogy vannak, akik rettenetesen aggódnak emiatt, és elzárkóznak, és hát különösen az érdekli őket, hogy mi történik abban az esetben, ha mégsem kapják meg ezt az oltást. Ugye aki egészségügyi okból nem kapja meg, azokra vonatkozóan már volt egy olyan tájékoztatás, hogy ők majd más munkakörbe kerülnek, de ugyanakkor az is elhangzott, hogy az egyéb munkakörbe dolgozókra nézve is kötelező lesz ez a védőoltás, tehát nem csak aki közvetlenül a gyógyításba vesz részt, ami érthető, hiszen ők egymással kapcsolatban vannak, és hát az sem indokolt, hogy a háttérben dolgozók essenek ki a munkából, de azt is látni kell, hogy a vírus okozta megbetegedés nagyon sok távollétet eredményezett az elmúlt egy évben az egészségügyi dolgozói körben, a háttér dolgozók körében is, és hát az is veszélyezteti azért a betegellátást, hogy sokan hiányoznak. Van esetleg bármilyen bizonytalanság az egészségügyi dolgozók körében azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz ez az oltás? Ugye itt most gondolok arra, hogy nagyon sok visszajelzés volt a kínai oltással kapcsolatban, a harmadik oltással kapcsolatban, ugye éppen Kásler Miklós nyilatkozott a hétvégén erről, hogy kell-e harmadik oltás, nem kell-e harmadik oltás, és közben valami miatt meg is szakadt a telefon, mert próbáljuk Sós Adriánát visszahívni, mert valami miatt éppen megszakadt a vonal. Minden esetre azt akartam éppen tőle kérdezni, hogy a harmadik oltással kapcsolatban mi az álláspontjuk, mert hogy Kásler Miklós részéről elhangzott, hogy hogyan, milyen formában lehet például a harmadik oltást majd beadni, és hogy van-e ezzel kapcsolatban például az egészségügyi dolgozók részéről bármilyen a verzió, vagy bármilyen visszajelzés, vagy bármi, ami esetleg ezzel kapcsolatban nem működik, és közben sikerült visszaírni. Jó napot kívánok, valami miatt megszakadt.
tartunk. Igen. Éppen arról az lett volna a következő kérdésem, tehát, hogy a harmadik oltással kapcsolatban, illetve az oltás minőségével, vagy a például a kínai oltással kapcsolatban van-e bármilyen averzió az egészségügyi dolgozók körében? Hát én remélem, hogy az egészségügyi dolgozók a kötelező oltás esetében választhatnak, illetve hát az orvosi javaslatot vehetik figyelembe, és hát harmadik oltás pedig majd csak akkor lesz, ha bebizonyosodik, hogy az előzőek nem voltak elég hatékonyak, vagy már a védettségük már nem él, és semmiképpen nem addig, amíg nincs kellő tudományos bizonyíték arra, hogy ezek az oltások feltétlenül szükségesek, és arra is fontos szakmai meggyőző érvek kellenek, hogy ezeket az oltásokat lehet és kell egymással kombinálni, ugyanis jelen pillanatban a WHO-nak a tudományos megnyilvánulása, illetve a nemzetközi szakirodalom se támasztja ezeket egyértelműen alá. Kísérletek folynak, tehát addig a harmadik oltást úgy gondoljuk nem lenne szabad kötelezővé tenni, de úgy értelmeztem én, hogy erre egyelőre nem is kerül sor. Még gyors kérdés, két kérdés a végére, az egyik, hogy egyébként az egészségügyi dolgozóknak hány százaléka beoltott most? Van erre vonatkozóan bármilyen adat vagy információ? Hát pontos adat nincs, de azt tudjuk, hogy a többségük be van oltva, ezáltal nyilván a tiltakozás egy szűkebb kört érint, egy ilyen 5-10 százalék lehet, akik nem kapták meg az oltást, tehát őket mindenképpen meg kellene győzni, de ezzel együtt is ugye látnunk kellene, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha valakit nem oltanak be, hogy ez veszélyezteti a munkáját is, a megélhetését, vagy pedig valami anyagi büntetés jár ezzel, tehát nem ismerjük még a pontos részleteket, hiszen a jogszabály még nem jelent meg. Hát elképzelhető azért, hogy néhányan emiatt ki fognak lépni. Én azért azt gondolom, hogy egy egészségügyi dolgozónak a egészségügyi tudása, felkészültsége az magasabb szintű, tehát azért elvárható, hogy utána nézzen annak, hogy ez az oltás mivel jár, meg annak az elmaradása mivel jár, és hogy másokat se veszélyeztessen. Tehát én remélem a többség azért megkapja az oltást, marad a szakmába, hiszen volt már más kötelező oltás is, aminek következtében nem volt jelentős pályaelhagyás. Dr. Sós Adriánának köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszontlátásra. Köszönöm, viszontlátásra.